Na, szevasztok, itt vagyunk a főváros, amelyek hozzá Budapesten a Városmajorba, és akkor innen indul a mai túránk. Hát a mai túránkon egy kilátós túrát csinálunk. Fogunk menni innen a Széchenyi hegyre, onnan pedig átmenjünk a János hegyre, Normafán keresztül, onnan pedig a Hárs hegyre, és a Hűvösfölbe fejezzük be majd a túrát. Hát elképzeléseink szerint három kilátót is fogunk érinteni, minden máshol útközben. Gyertek és tartsatok velünk ma is. Na tehát akkor itt vagyunk a Városmajorba, tehát Budapesten, és akkor innen indul a túra, és akkor rövidesen megkezdjük az emelkedést fölfelé a Széchenyi hegyre. Hát ugye úgy döntöttük, hogy gyalog megyünk föl, úgy tudom, hogy a fogaskerekű nem jár, bár pótlóbuszok azok járnak, de hát inkább fölmegyünk gyalog. Ugye én ezen a szakaszon, és hát a teljes szakaszon voltam már, csak különböző személyekkel ezen a túrán. Ugye most fölmegyünk, rengeteg lépcső fog ránk várni, itt lépcsők vezetnek fel majd jó darabon, és akkor majd úgy érünk fel a Széchenyi hegyre, és onnan húzunk ki majd a Normafa felé, nem hallott tudok beszélni. Hát úgy látom, hogy ez körülbelül olyan 20 km-es túra lesz. Hát most több plusz-minusz valamennyi elképzelhető. És akkor mutatunk most is mindent, ami szép. Na, akkor induljunk tehát neki a túrának. Hároman vagyunk ugye, Manó, Zoli és én most ezen a túrán. És akkor trappolunk fölfelé. Túrszélzés. Jövünk tehát felfelé menetben. És ahogy mondtam, rengeteg lépcső lesz. Hát körülbelül 1000, de lehet, hogy 2000. És itt vagyunk már Kisfábhegyen. A Csaba utcában. Ugye erre vezet a zöldjelzés felfelé, és ugye ez a zöld vezet innen a Városmajorból egészen a Normafához, sőt még lejjebb a Zugligethez is. Úgyhogy hát kaptatunk fölfelé, egyelőre lépcsős a terep, de aztán lesz majd egy ejlés szakaszunk is majdnem soká. Aztán majd a változások kedvény megint lesz lépcső. Hát haladunk még mindig fölfelé a lépcsőkön. Eszünkbe is jutott egy ősklasszikus, ugye eljöttünk túrázni, és felfelé menette nem számoltunk. Úgyhogy ez van. Na, hát kilátásunk még azért nem nagyon van, valamicske, de lesz neked egy jobb kilátásos túra folyamán. Nagyon szép napos idő van, hogy miért olyan 0 fok környékén lehet, de úgy mi már nem fázunk azt az észre, mondjuk. Ja, itt vannak ilyen pihenőfogok, igen, ez nem rossz. Na, megyünk akkor tovább. Úgyhogy, ennyi. Na, egy kicsit hanyagoljuk a lépcsőket. Itt a Kisfábhegyen beértünk végre egy erdőbe, méghozzá a Kisfábhegyi erdőbe. Hát erre megy a zöld, és mindenki nyugodjon a picsába, lesz még lépcső. Úgyhogy nem kell aggódni. Itt most egy kellemesebb szakasza ez az útnak, hát néhány száz méter csak az a baj. Remélem, hogy lesz, úgy emlékszem, mintha lenne itt kilátópontunk majd. És akkor majd mutatjuk azt is. A Kisfábhegyi erdő tehát. Na még itt vagyunk a Kisfábhegyi erdőben, hát nem találunk úgy nagyon kilátópontot, ilyen van a fák árnyékában. Hopp, kutus. Másra emlő, vagyis hát nem tudom, úgy emlékeztem, hogy pedig van. Na hát innen is azért felsarik ez az. Ugye ott látszik a Budapest szálloda, az a kerek. És itt alattunk van a fogaskerekű Városmajori végállomása. Na hát most nem használjuk ugye a fogaskerekűt. És hát egyelőre egy icili-picili, még párás az idő. De szerintem Normafáról már jó kilátásaink lesznek, meg a János hegyről. Haladunk tovább a zöldjelzésen. Ugye voltam már itt, aki esetleg úgy gondolja, nézze meg a vége a Budai Zöldön című videómat. Abban jártunk már itten. De azon csak a Normafáig mentünk a zöldön. Vagyis hát onnan másfelé mentünk, mind amerre most megyünk. Igen, látszik talán a Pénzügyőr stadion is odalent. Bár az nem biztos, hogy az. Az még nem az. Az még arrébb van. Azt hittem. Nem tudom, de ott van egy focipálya jellegű. Akkor nem tudom, mi az. És akkor itt látszik nekem Budának a háza, a 12. kerület, ugye alattunk. Szemben pedig ott van a Hármasatárhegy tömbje. Na, megyünk tovább akkor a zöldön. És akkor majdnem sokára újra lépcsők fognak jönni. Megkérünk ilyen városi utcákra még. Kijöttünk az erdőből, és szembe feltűnik ott a János hegynek a kúpja. Már látszik talán a kilátó is,
hát oda tartunk, és még majd tovább. Ugye? 527 méter magas, ugye Budapest legmagasabb pontja, de hát előtte még majd lesz a Széchenyi hegy és a Normafa. Meg még addig is lesznek érdekességeim, például mint a Széchenyi emlékmű. Megyünk tovább. Na és akkor a változatosság kedvéért újra egy kis lépcsősor. És itt vagyunk a Diana utcában. Hát ez is szerepelt a régi videómban már. Ugye? És akkor még egy darabig lépcső lesz. Majdnem, hogy a Széchenyi emlékműig. Kisebb nagyobb megszakításokkal. Úgyhogy és akkor jól emlékeztem, jól emlékszem, hogy itt is lesz majd valami templom. Itt a Diana utcában valahol. Majd meglátjuk. Menjünk fölfelé még egyelőre. A Széchenyi hegyre. Úgyhogy hát ez nem, hát újra lesznek ilyen szintkülönbségek különben. Ugye majd még a Hársahegyet is meg kell másznunk. És hirtelen nem fázunk. És hirtelen nem fázunk. A Széchenyi hegy most nem tudom hány méter magas. A Normafa 474 méter magason van. Utána lesz a János hegy. Az pedig 527 méter. És a Hársahegy is valami 470 körül, ha jól emlékszem. Talán. Na hát a csúcsot nem döntünk. De azért megyünk fölfelé. Most is. Itt vagyunk magánál Jókai Mórnál. Én is gondolom, akkor ez a róla elnevezett iskola lehet, mert ez egy iskola. És akkor itt megejtettük a reggelinket. A kellemes környezetben, és akkor még itt van egy templom, ahol meglehetősen sokan vannak, hát valószínű mi sem van. Harangoztak is, ugye jártam már itt is, ez is szerepel a Végig a Budai Zöld című filmemben. Most újra érintettük. És akkor megyünk föl most már a Kisvápegy, utána Svápegyre, és akkor majd úgy tovább a Széchenyi hegy és a Normafa felé. Hát elég szép az idő, szép napos. Mi egyelőre nincs itt hó, pár láttunk itt valakiket, akik mentek síléccel, lehet, hogy a Normafán van, de nem borítékolom. És akkor megyünk fölfelé tovább. Tehát akkor jön a Svápegy, és utána pedig a Széchenyi hegy. Fölfelé jövve találkozunk a fogaskerekűnek a vágányával, és itt van egy megállója is, talán a svápegyi megálló, bocsánat, tévedek, lehet, hogy nem az, nem a Széchenyi, ez az a végállomás, már itt a megállót mondom, ha jól tudom, de nem biztos, majd te, nincs is megálló, lehet, hogy nincs is itt megálló, csak én hittem, vagy ott lejjebb van, lehetséges, na mindegy. Svápegyi megálló lesz, igen. És akkor itt kaptad fölfelé a fogaskerük, ami most úgy tudom, hogy nem jár. Ugye? Pedig hát járhatna ez is. A jó dolog. És akkor még egy sor lépcsőnk lesz, aztán fölérünk a hegyre majd. Már nem sok. Hát bár az utca néven az van kiírva itt, hogy Széchenyi hegy. De szerintem itt a Svápegyen járunk. Úgyhogy. És itt épül valami lakótelep itt is, úgyhogy hát nem semmi. Na, megyünk akkor tovább. Itt vagyunk tehát a Melinda utcában, és akkor változatosság kedvéért újra egy kis lépcsősor jön. Ugye mondottam, hogy a Városmajortól ide föl túlnyomó lépcső vezetnek az út 60-70%-án, de most már ez az utolsó szakasz lesz, és akkor majd odafent meg lesz való majd a Széchenyi emlékmű. Na, hát akkor fogjuk neki ennek is. És akkor itt vagyunk ezen a, hát nem is tudom, kegyhely vagy valami. Ugye itt állt egy szobor. Itt a Svábhegyen, a Széchenyi hegyen most már lassan. Ugye amit elloptak kétszer is, úgy tudjuk, hogy kétszer is. És talán legutoljára, mikor volt 95-ben? Aha. 1995-ben azóta nincs itt a szobor. Hát szomorú, hogy ilyeneket is lopnak. És akkor itt haladtunk a lakóparka, hogy épül. Más kilátásunk egyelőre nincsen. És most már nincs sok lépcső se hátra. Most már a nehezén túl vagyunk. Akkor mehetünk tovább. Elértük akkor a Széchenyi emlékműt. Ugye a Széchenyi gróf a legnagyobb magyar emlékére állították. Iban Miklósnak ezt az alkotását idehozották az Ártézik úttól, nem tudom milyen Ártézik úttól.
1898-ban és 1926-ban átépítették, vagy újították fel, hogy jobban tetszik. Tehát ez a Széchenyi emlékmű, magával Széchenyi István szobrával, Zolikával és Zolikával ott. Igen. Na, és akkor fölmegyünk, és akkor megnézzük, hogy mit mutat. Hát itt is jártunk ugye a bizonyos filmembe, sajnos éppen itt ugrált a videóm, a kamerám valahogy akkori felvételek nem igazán sikerültek, hát bízom benne, hogy ez a mostani fog. Úgyhogy akkor felveszem újra. Hát egy ilyen emlékmű, de föl lehet jönni, ugye, körbe lehet járni, le lehet ülni, ha olyan az idő. Most nem ajánlatos így Fagypont környékén. És akkor, hát némi kilátásunk innen is van. Nem lennének a fák, akkor akár kilátunk kint is működhetne maga az emlékmű. Hát ott van alattunk a város, sok nem látszik belőle. Na, hát ez ilyen. Ilyen hátulról. És nagyon szép ilyen kő kerítése, vagy korlátja van. Tehát egy nagyon-nagyon szép. Hát egy kicsit ugye most itt a gajok lehullottak. De úgy jól néz ki. Két főjárata van, ugye innen egy, meg onnan egy. És tehát ez a Széchenyi emlékmű. És akkor ez már valószínűleg itt a Széchenyi hegy lesz lassan. Na. Na, tehát akkor ez volt tehát a Széchenyi emlékmű. És akkor úgy gondolom, hogy ezzel a lépcsőszakosok végre véget érnek egyelőre. És akkor mindjárt ide érünk a Széchenyi hegyi fogaskerekű végállomásához, és akkor utána a gyermekvasúthoz, és jön a normafa. Ott most egy darabig majd szinten megyünk. Úgyhogy nem is baj, idáig kaptató volt, és hát egy jó két óra alatt értünk fel a Városmajorból. Szó se róla. Hát ez egy ilyen volt. Ugye végig a zöldjelzésen jöttünk, ugye már magától a déli pályaudvartól felvezet az a zöldjelzés ide, úgyhogy aki elcsileg úgy gondolja, erre is feljöhet túrázni. Viszont mondom, számoljon a rengeteg lépcsővel. Na, akkor megyünk tovább. Hát én nagy dírral és durral bejelentettem, hogy vége a lépcsőknek. Erre tessék. Na ne basszál már, fő. Látod, úgyhogy ez még itt vár ránk. Egy darab van. Ugye ott van is fent a fogaskerekének a pályája. És akkor itt fogunk majd kikötni a végállomásánál most már rövidesen. És akkor itt leszünk most már Széchenyihegyen tényleg. Na, menjünk akkor, lépcsőzünk még egy kicsit. Elérjük akkor a fogaskerekű felső végállomását, a Széchenyihegyi végállomást. Ugye a fogaskerekűvel jöttünk volna, akkor ide jöttünk volna, mint ahogy volt is rá példa a múltban. Most azonban gyalog feljöttünk a Városmajortól. Hát ez egy jó 5 kilométeres túra volt, végig fölfelé szinte. Itt most majd egy darabig, most szinten megyünk, hál' Istennek most már. Úgyhogy elmenjünk most akkor a gyermekvasút felé, és akkor onnan a normafa irányába, de egyelőre mindig maradunk a zöldjelzésen. Ugye? Na. Hát a környék szép. Vannak ilyen erdei játszóterek, különféle utak mindenfelé. Hát maga a zöldjelzés ugye, hát nagy rész lépcsőn jött fölfelé, volt egy kis erdei szakasz, és voltak ilyen városi utcás szakasza is a zöldjelzésnek. Na még lépcsők is. Hát azt mondtam, nem kevés lépcső volt. Tehát a bujdosok lépcsőhez, kutyafaszájához képest a Badacsonyban. Na, menjünk akkor tovább. És egy kis érdekesség innen a Széchenyi hegyi fogaskerekű végállomásától pár méterre. Találtunk itt egy rovar szállót, igen. Ez egy rovar szálló. Ugye a bölcsöket elfoglaló vadméhek nem családban élnek, nem kell tőlük tartani, egyetlen utódjukként 600 virágot poroszhatnak be. Ételeik, italaik, fűszerék, emberhez méltó életük nagy részben nekünk köszönhető. A mélybölcsőben és búvóhelyeken kínáló rovarszállót együttműködő partnerünk a Magyar Környezet Nevés Egyesület beporzó munkacsoportja készítette. Na kérem, ilyen is van, amúgy itt van. Hát még ilyen se találkoztunk máshol. Tehát még rovarszálló is van itt, kérem. Na, megyünk, barlagolunk tovább. Itt most azt hiszem lesznek emberek is, jó páran. A rovarszálló és a fogaskerekű végállomás után
elérjük a gyermekvasút Széchenyi hegyi végállomását. Ugye innen indul a kisvasút és megy egészen Hűvösvölgybe. Ez egy 11 km-es szakasz. Na most mi ezt most mi gyalog fogjuk megtenni, mert mi is menjünk Hűvösvölgybe. Csak gyalogtúra keretein belül. Tehát még a vasút ezt az utat körülbelül nem tudom, fél órát teszi meg. Hát nekünk ez több órába fog tenni. Szerintem legalább 3 órája körülbelül. Na hát én már mentem vele, voltam itt kismilliószor. Nem tudom, a többiek voltak-e már itt. Mi már mentünk erre is. Gyalog is, vasúttal is. Jó könnyék, egyre jobb, hogy megyünk előre majd. Na, menjünk továbbra is a zöldön. És itt ez a rész különösen májusban szép, itt nagyon szépen virágoznak május tájéken az orgonák. Itt végesen nem végig. Akkor érdemes erre legjobban talán eljönni. És ott megyünk. Jövünk az zöldön, a kisvasút mellett, és a kisvasút ugye az ellentétben a fogaskerekűvel ez jár, és mindjárt ideér, már halljuk a hangját. Hát akkor ezt megvárjuk. Nyomja neki. Igen, jön is itten. Hát ez a budai egységi kisvasút. Hát íme. Hát az úgy tudom, ez tényleg nyáron jár. Érdemes kipróbálni, ment tényleg egy jó dolog, és visz nagyon fasz a helyek felé ez is. Érdemes egyszer elmenni rajta. Hát voltam már párszor, majd egyszer talán újra. Mi? Nem tudom, az árak milyen díszabások vannak most. Hát én utoljára talán, 9-10 évvel ezelőtt voltam rajta körülbelül. Hát valószínű, hogy azóta változott a tarifa. Mono szokás szerint elől, vagy 5 méterre előttünk. És akkor most már ide érünk mindjárt a Norma fához. Ez biztos tömeg lesz. Hát, biztos lesznek, igen. Na, hát akkor itt vannak a túrázók, akik megérkeztek a Norma fához. Hát így meg itt először vagyunk már, sokadszorra. És akkor itt szembe vigyorog a János hegy. És akkor itt csupa-csupa ismerős hely már. Ugye ott szemben, torony iránt, hát most nem tudom, mennyire látszik. Ott az a kevélyek, itt a hármas határhegynek a tömbje, és takarázsolom a hárshegy. És látszik oda lent a tündérszikla is. Hát nem tudom, hogy... látszik. Ja, az ott lenne. Igen, igen. Ott a tündérszikla, és ott is voltunk már párszor. Főleg, én hova voltam? Voltam hóba, fagyba, melegbe. És mit akarok mutatni, hogy innen? Talán jobban látszik a kevélyek. Hát ott az a kúp. Na. Ott középen az a kúp akar lenne a nagy kevélye. És maga a város, ami látszik belőle. És hát nincs egy deka hósa. Mi azt mondjátok, hogy lesz fent hó, de nincsen. Pár napja még volt. Pár napja még volt. December 18-a van 2022-ben különben. Hát és most van először talán decemberben olyan idő, hogy túrázásra alkalmas. Igen, kilátás is van hozzá. Nem nincs ködő. Igen. Ugye idáig van esős ködős szaridők, szeres idők volt a decemberben. Ugye is maradt az első hétvégén a túránk. Most tudtunk eljönni. Most vagyunk a János hegyre, és a hárshegy ezt a korázsban azt innen nem látod. Látjuk, és utána a harmadik meg a... kis hárshegy. Hát az majd a hárshegynek az oldalában lesz. Ezt innen most nem látni, takarázsban. Eltakarja a János hegy, majd a János hegyről látjuk. Igen, ott van az a rendőrségi torony, ugye? Hármas határhegy, nem most a rendőrségi torony, ez nem maga a hármas határhegy, az Erjéb van. Ez nem is tudom mi a neve, Fecskehegy vagy Sekettehegy. Talán, semmi. És akkor még mi, ami ismerős nekem? Az Apáti sziklát, mint láttam volna az előtt, de most így meg nem mondom, hogy hol van. Ja, itt van itt az úrunk előtt, ott az ujjam végén, ott az Apáti szikla. Innen törpénynek tűnik, itt szembe, ott az látod? Ott azt a köves. Itt pont szembe, egyenesen.
Itt szembe? Szembe, ott az a köves. Ja, ott? Nem, jobbra. Mindjárt, hogy elmondom Zolinak, melyik az. Szóval ez a kilátás a Nonna fáról. Hát gyönyörű. Gyönyörű hely. És ugye itt ez egy, valaha volt itt egy Nonna fa, és arról kapta a nevét. De ugye az úgy tudom, a 20-as években elpusztult. És hát olyan emberek is kijártak ide annak idején, mint a Jókai Mór vagy Vörös Márti. És Andrét Miklós itt sielt például feleségével, úgy tudom. Látok is, hogy emlékezik. Úgyhogy, hát ez már nagyon-nagyon régóta a budapestieknek a kedvenc minden kiránduló helye. De mindenki is tömeg van. Most is. Na, tehát ez a Nonna fa. Ők is kijön. Igen, és akkor menjünk a János egyre tovább. Talán jövünk a János egyfelé, ami ott van már szembe, és írdatlan nagy tömeg van itten, elképesztő. Hát oda menjünk a János egyre, hát innen még van 2 kilométer, úgy írta ki a tábla. És hát ugye az Budapestnek a legmagasabb pontja. Hát oda tartunk föl. És akkor megnézzük a János egyre kilátót is. Hát utoljára, amikor voltam, 3 éve, vagyis most lassan 4 éve. Ott lehet, hogy hóágyúznak, ott van hó, igen. De ott lehet, hogy hóágyúznak. Megnézzük? Igen. És itt ezt a bizonyos szívjelzést kövessük, ugye? Ez sem mindenhol van. Nem tudom, valami szívbetegeknek az útja, vagy nem is tudom, mit jelent. Valami ilyesmi, nem? Szívbetegeken valami... Igen. És akkor majd ráállunk a pirosra, a Szép Juhászné-ig, és akkor onnan már, onnantól viszont a sárga fog vezetni egész Hűvösvölgyig. Hát még egy jó 10 km át van a túránkból. Hát nagyjából a feléhez közelítünk. Hát itt vagyunk, ahol varázsoltak egy kis havat, mert amúgy nincs jó helyen. Hát valószínűleg itt azokkal a hóágyukkal az a sárga. Azokkal varázsoltak ide havat, hát ezt is így gyűjt a tömeg, igen. Látod, hogy amara nincsen hó. Hát és én most varázsoltak egy ilyen kis szánkukváját. Hát ilyenkor hogy varázsolnak a mutyavat? Hogy ezt együttötték, vagy hogy a fenébe történik ez? Nem tudom. Na, hát a bőrös tényleg van. Úgyhogy... Na, megyünk tovább azért. Csak mutattam, hogy azért van egy kis darabka hó itt is. Ide jöttünk a libegőhöz. Ami itt van a János hegynek az aljába. Így libegőzni is voltam már itt párszor, bár ott videóm nem készült. És akkor itt vagyunk a János hegy alatt, ugye ott van fönt az Erzsébet kilátó, oda megyünk föl. Ugye a libegőt azt most kihagyjuk. Nem tudom, hogy működik-e. És innentől a piros jelzés kell, de itt van egy kilátópontunk, kimehetünk oda. Előtte még jöhetek utána. De hát mielőtt fölmennénk a János hegyre, itt is van egy ilyen kilátó terasz. Ugye innen is van valami némi kilátásunk, de az igazi majd odafentről lesz. Na, hát itt is. Mi az, ami ismerős? Hát ott szemben a Hármas Határhegy és a rendőrségi torony. Itt alattunk pedig talán Pasavét. Még úgy tudja mi. És itt már van a hónap valami kis maradványa. Igen. Nem is ilyen dérszerű valami. Hát itt vannak ilyen padocskák is, de itt is rengetegen mozognak. És akkor innen már majd a piros jelzés kell nekünk most egy darabig. Akkor menjünk fel a kilátóba. Felértünk akkor a János hegyre, és itt van előttünk a színpompás, csodaszép Erzsébet kilátó, ugye Magyarország vezető kilátója talán a leghíresebb. Hát annyit tudunk, hogy 1908-ban kezdték el az építését, és 1910 szeptemberében adták át. És 23 méter magas? 22 vagy 23 magas. És ugye látszik, hogy 4 kilátó szín van, ugye a legfelső az már nagyon kicsike. De nagyon jó kőből épült, ugye látszik. Igen stabil, jó állapotú, és ugye erről a közkedvelt osztrák Magyar Monarchia királynőjéről, Sziszíről, vagy ha jobban tetszik, akkor Erzsébet királynőről lett elnevezve. Egyet az Erzsébet kilátó, és ez Budapest legmagasabb pontja. Na, hát akkor menjünk be, és akkor nézzük meg, mit mutat. Igen látogatós, sőt, talán az ország leglátogatottabb kilátójáról van szó. Úgyhogy, hát egyrészt
szerintem különösebb bemutatást nem igényel. Na menjünk akkor be. A szokásos kilátógépek egy darabig veszem. Ugye ilyen stabil kőlépcső vezet fel a kilátóhoz. És mondom, igen sokan vannak. És itt bejövünk, és egy lényeg egy lépcsőházba jut be az ember, ahol kiállítások is vannak. Ugye itt van egy ilyen emléktábla is, és akkor különféle információk magáról, a kilátóról, az építéséről, a történetéről. Érdemes ezeket körbejárni és böngészni. És itt pedig a följárat és a lejárat. Ugye két irányból lehet fölmenni, van egy másik lépcső, ha itt átmegyünk. Akkor itt is, tehát egy csiga lépcső vezet föl. Teljesen masszív, teljesen jó állapotban van. Na, akkor mutatom oda fentről a többit. Felértünk akkor a János egyik kilátóba, az Erzsébet kilátóba, és a harmadik kilátó szinten vagyunk. Harmadik. Nem legesleges, legfelül. És akkor nézzünk körbe úgy nagyjából, hogy mit látunk. Hát alattunk itt, ez itt Buda Keszi lehet, itt ez a település. És ott a jobbra az a tömb, az itt a nagy kopasz. Ugye a Buda hegység legmagasabb csúcsa. Ott távolban az a kúp lehet a Kutyahegy, mellette a Nagy Szénás, és ott a tövékben az a település pedig lehet Nagy Kovácsi, amiket én felismerek. Itt szemben a Hársegy van, oda megyünk majd föl, látszik a Kán Károly kilátó. Nem tudom, a videó visszaadja, tehát itt szemben. A nagy tömb, ott horizonton, az maga a Pilistető, a Dunántúli Középegység legmagasabb csúcsa, maga 756 méterével. Hát már ott is jártam. És akkor erre pedig ugye feltűnik a kevélyek. Itt ez a tömb. Középen. Most kicsit behomályosodott. Nem látok. Remélem azért látszik. Ez pedig itt jobbra. A Nyéki hegy lesz az a kis tömb, és mögötte ott a Hármas Határhegy és a rendőrségi torony. Hát erre pedig maga Budapest. Látható. És ugye ott, hát a Gellért nem nagyon vehető ki, mert na, tovább nem tudok menni, mert vannak. De a lényeg az erre van, erre észre nyugodt felé. Tehát erre a legfaszabb a kilátás, arra el tudunk menni. Kicsit. Kicsit el tudunk menni. Várj, várj. Te már is van. Még el lehetünk. Tehát ott alattunk Budakeszi, ott a Csiki hegyek mögötte. Nem, az nem. Az Erében a Csiki hegyek, bocsánat. Ott azok a kúpok. Erre másodt a nap, ugye dél felé nézünk most. Ugye ott van alattunk a Libegő. És ott szemben a Széchenyi hegyet, onnan jöttünk. Arról. És onnan lentről a város majd jöttünk gyalog. Na. És akkor itt van Belinda Bencs is. Tehát ez a lényeg. Elteszem a kamerát, mert nehéz itt kozogni, sokan vannak és szűk a hely. Sajnos ezen a kilátó szinten. Na, tehát ez volt a János egyik kilátó, az Erzsébet kilátó, és akkor ilyen ez a csika lépcső, most már lefelé haladunk. Csak veszem. Ugye két irányba lehet feljönni. Nagyon-nagyon jól meg van csinálva, és tényleg az ország egyik legjobb kilátója. Nem is tudom, mindenféle kilátó nyeri az év kilátódíjat, és érdekes, hogy ez még nem nyerte meg. Még talán a legjobb kilátó az országon. Nagyon klassz. Na, tehát ez a lépcsősor vezet lefelé. Hát és akkor következik, ami még nem volt máma. Rózi teszt. Egy kilátó meg a Slozia, és hát perfekt, úgy látszik. Igen. Villany az mondjuk, nem tudom, hogy hol kapcsolódik fel. Villanykapcsolót nem találunk egyelőre. Lehet, hogy kim van. Na. Hát, két piszuár van. Na, ide. És
teljesen jó, szép a csempe, teljesen jók a piszvárok. És ilyen fali WC van, ugye? Teljesen rendben van. Nincs különleges szag, tehát nagyon jó kellemes illat van. Ha mennyire sozikban lesz lehet. Igen. Nagyon szépek a csempék. Hát szerintem Zoli, ez perfekt. Na. Ez perfekt, ez teljesen jó. Ez már egy gyenge 10-es, mert ott egy kicsit a fal talán nincs teljesen rendben. Na, akkor 9-es mondjuk. Na, egy erős 9-es. Azt faszom. Na, ezt ajánljuk mindenkinek, ez teljesen rendben van ez a WC. Nem nagy, de nem is kell nagynak lenni. Két piszvár van és egy... Slozi. Na. Hát akkor ez volt, föl is avatjuk. Hát akkor megkezdtük kereszkedésünket a János erről lefelé. Megyünk, és a következő jelentősebb állomásunk az a Szépjuhászné vasúti állomása lesz, a kisvasútnak az egyik állomása. Hát ott van büféme minden, és ott van még a pálos kolostorlom is. Hát majd a többiek eldöntik, hogy megnézzük-e, ott van mellette, nem messze. Lehet, hogy ezt is megnézzük még, és akkor onnan kezdjük majd a kapaszkodásra a Hárshegyre. Hát körülbelül túránk felénél vagyunk, mehettünk egy olyan 10 km környékén. Hát még körülbelül ennyi vissza van, 9-10 úszcsatszolom. Aztán majd meglátjuk. És minden melegő, eljöttünk túrázni, és nem gondoltuk, hogy lefelé menet is van. Na, de csak felfelé menet után, úgyhogy menjünk lefelé akkor. Na, lejöttünk a Szépjuhásznéhez. Itt van fölöttünk a vasútvonal, meg az állomás. De előtte úgy döntöttük a srácok, hogy akkor elmenjünk és megnézzük ezt a pálas kolostoromot. Ugye ott még videóm nem készült, jártunk már itt a Szépjuhásznénál. De akkor ez a kolostor kimaradt, vagyis hát volt itt egy tempomrom is, és azt hittük, hogy az annyi az egész trom, pedig nem. Van itt egy jelentősebb rom is. Azt megnézzük akkor. Reméljük, hogy eltalálunk oda. És akkor onnantól majd kapaszkodunk fel a Hárshegyre. Hát délután 1:30 körül van. Igen, csak sietnünk kell, hogy még sötéted, és előtt odaérünk Hűvösvölgybe. Elértük akkor a páros kolostoromot. Majd itt van Szépjuhászné vasútállomástól pár méterre csak. És egy ott kapott lila színű eljelzés vezetett ide. Aztán egy Vándor felszentelt helyen állsz, romjaiban is tiszteled a templomot. Tiszteljük a templomot, romjaiban is. Tényleg lasszul néz ki. Ugye vannak itt ismertető táblák is. És itt is vannak ilyen kegyhelyfélék. Hát ez is klassz. Így ott a szobor felett egy kettős kereszt van, és ekkor területen van maga a rom. Nem rossz. Nem gyenge. Voltam már itt is. Voltam már. De akkor videó nem készült. Hát ezen talán nincs semmi, de ezen a másikon talán van. Buda Szent Lőrinc! Hát ezt most engedjétek meg, hogy nem olvassam föl. És akkor úgy néz ki, hogy ez a Buda Szent Lőrincnek a... hogy úgy hívják ezt a helyet. Ja, arrébb van egy templomrom is. Kicsit arrébb. Buda Szent Lőrinci templomrom akkor. Na hát ez ilyen. Arra már nagyon nincs semmi. Ennyi. Tehát egy látogatás, egy kirándulás, ez is megér. Úgy gondolom. Én nem mutatom azért Szépjuhásznét. Hát ez a vasúti megálló. Ja. Kis vasúti megállója. Azt hittem, hogy valami Szépjuhászné. Na. Hát itt most nem fecsérlünk időt, hanem elkezdünk menni fölfelé a sárgának. Akkor a Hárshegyre meg kifutunk az időből. Úgyhogy menjünk fel a Kalkára kirátóhoz. Most akkor egy jó kis katodó fog következni. Még tudom az egészséges útot. Nem, majd a sárga jelzés kell most már neki. A sárga. Katodunk felfelé a Hárshegyre. Hát egy kicsit ingatós, de mégsem olyan nagyon-nagyon vészes. Mindenesetre én neki álltam izzadni. Úgyhogy elég faszántos.
Ugye ez 454 méter magas, tehát nem egy nagyon nagy eresztés, és ennek a tetején áll a Kohán Károly kilátó. Hát a kutatók emlékeimben akkor körülbelül 10 éve voltam itt utoljára. Ja. Na, akkor is itt jöttünk föl. Hát most már nem sok van vissza, és elérjük. Útban felfelé vett a hársére, tehát itt meg látunk, van egy pihenő, méghozzá a családi pihenő. Van szép kilátásunk, nyílik a Budapest rész a nyugati részére. Mi ez a városrész? Most nem jut eszembe. Nekem sem jut eszembe. De itt van valahol lent Hűvös völgy is. És hát oda tartunk. Na, jó kis emelkedő volt, egy kicsit köptető volt, de hát ennyi kellett. És akkor a környék nagyon-nagyon szép. Úgyhogy szemben már ott az a Pilis lesz, azon túl a Visegrádi hegység. Talán szemben az a Kevélyek, az a kopár. Igen. Igen. Az. Az a Kevélyek. Igen. Hát gyönyörű szép. És innen már pár persze van csak a kilátó, ugye túránk második kilátója. Mondtam, hogy hármat érintünk. Tehát a Kohán Károly kilátó jön. És akkor elérjük a Kohán Károly kilátót, tehát a 454 méter magas hárshegyen. Hát ez a Kohán Károly kilátó. Erről tudunk valamit, Zoli? Ja, néztem már meg. Ilyen nagyon-nagyon hasonlít, mert csak nehezen a Várhegyi kilátóra. Jellegében, mintha meg egy testvére lenne. Mindjárt, ugye ez a Kohán Károly, ez egy erdőmérnök volt, és hol nevezték el ezt a kilátót. Mindjárt, hát tudunk valamit, mikor készül, Zoli megnézi. Igen. Ugye a szép Jasznétől. Nagy Hárshely csúcsán található. Igen. 454 Igen. méteres hegyen, és 1988 és 89 között épült erdészeti kivitelezésben, akkor a kő alapzatán helyezkedik el, ez a négy fős tartóoszlop, ugye? Igen. És akkor ugye arra a többi faszekezetet tölgyfából faragták ki. Négy szintes. De nem a helytetén, hanem a Budakeszi határában, és onnan helikopteren szállították őket ide a helyszínre. Ők azt mondtam, hogy 2016-ban felújították. Igen. Én mikor voltam főleg utoljára, azt hiszem 12-ben, akkor erős ingást éreztem odafönt, imbolygást. Hát majd most kiderül. Na. És a környék ilyen. Hát ugye meg erről az erdőmérnökről lehet még tudni ugye valamit, erről a Kán Károlyról. Ugye amikor Magyarország 1920-ban ugye a trianoni békeszerződéssel elvesztette az erdőterületének a több mint 80%-át, akkor ő ugye a figyelmét, kezdeményező készségét és a szakértelmét az Alföld átfogó fásítási terveinek szentelte. Ugye, hogy a nagy részét elvesztették, és ugye akkor és akkor ennek köszönhetően született meg ugye az 1935-ben az erdő- és természetvédelemről szóló törvény, amely rendeletileg szabályozta a védelem alatt álló növény és állatfajok körét. Jó, hát elég ennyi. A természetet, mert ugye egy erdőmérnök volt, és ugye sajnos ugye hát a trianoni békeszerződés ugye az hazavágta azért a sok szép helyet. Jó, elég ennyi, menjünk fel, azt nézzük meg szerintem akkor. Na, tehát itt vagyunk a kilátónál, látszik, hogy egy ilyen kő alapzatra épült faszerkezetű kilátó. Viszont a magasságát nem tudom sajnos. Hát, és az pedig kb. Hát 18-20 méter körül, és azt szóljuk. Na, ahogy szoktuk, tehát teszem az elejét. Ugye a lépcső az ilyen fából készült, két oldal korláttal. Hát tipikus, ugyanilyen a mecsegnádas díj is. Tök ilyen. Igen. És akkor itt van egy pihenőszint, és itt két oldalt lehet menni. Viszont itt egy kicsit egy iciri-picirit, talán szűk a járat, de azért el lehet férni, nem túl meredek. És akkor ilyenek a kilátó szintek. Na, hát a többit majd veszem odafönt. Azt hiszem, hogy hallom, akkor vannak a kilátó. Remélem tudunk videózni. Hát akkor felértünk a Kohán Károly kilátó szintjére. És teljes 180 fokos körpanorámánk van, tehát nézzünk körbe itt is, hogy mit látunk. Hát most
hozzátörögesen nyugat felé nézek, és akkor ott szemben magasodik a nagykopasz tömje, ugye az a legmagasabbik, az a maga a nagykopasz. Ott pedig a nagy Cénás és a Kutyahegy, a minden igaz. Ott az óriási tömb észak-nyugatra az a Pilis tető, és ott a vége a Pilis vonulata, ott szemben a kevélyek virítanak, azon túl pedig a Bölcsőhegy, hát az nagyon-nagyon halványan látszik. Ott azt egyet nem ismerem, az ott pedig a Hármas Határhegy. Igen, igen. Még a kevélyek? Kevélyek itt pont szembe. Az a köves ott, igen. Igen. Most kinézünk kelet felé. Erre pedig maga a város látszik. Mi itt találtunk a Nyéki, a Kisvárshegy. Itt Nyéki egy és a Hármas Határhegy. Távolban látszik a, azt hiszem, a Gellért hegy. De. És akkor itt szemben pedig itt a János hegy, ott voltunk fönt az előbb. Onnan jöttünk át ide. Na hát ezt nyújtja nagyjából a kilátó. Egészen jó állapotban, tűrhető állapotban van. Jobb, mint amikor utoljára itt voltam. Na, menjünk tovább, mert az időnk az szűkös. Akkor ez volt tehát a Kahán Károly kilátó. Hát én jó 10 év után jutottam el ide újra. Az Oli először van, a Manu az már volt itt. És akkor megyünk, és akkor most tartolunk, hogy elérjük még a Kisvárshegyi kilátót. Aztán lehűvös vagy, de hát beslésem szerint egy 5-6 kilométer lehet vissza. De majd meglátjuk, akkor indulunk. És itt vagyunk a Bátori barlangnál, amelynek lehet, hogy két bejárata is van, itt egy, még ott egy fönt, de le van zárva természetesen. Tehát bemenni egyszerű földihalandónak nem lehet. De itt lehet, hogy nincs is ajtó, vagy van, de az 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 akkor. Ja, az ajtó. Csak azért el van tolla szólva. Ja. És akkor ott van fönt a másik része. Ja, igen, ott van egy bejárata. Íme. És azt mondja, hogy Bátori László Pálos szerzetes, a 15. második felé, 15. század második felében közel 20 éven át írta és fordította ebben a barlangon a magyar Bibliát és a szentek életét. Na, ez se semmi. Akkor ezért Bátori barlang. És mi a meleg időn ki? Az nyugon. Fűtenek szerintem, tök jó meleg jön ki. Meleg jön ki. Tudom. Lenni, az nézd meg te is. Ja, na. Hajold be. Hát akkor ez a Bátori barlang bemenni nem lehet. Na, menjünk tovább. Lefelé tartunk a Hárshegyről. A lényegesen könnyebb az út, mint felfelé. Mm-hmm. És akkor rövidesen elérjük a Kishárshegyet, ahol a Makovec kilátó lesz. Hát 2:30 elmúlt, úgyhogy hát most már szerintem talán meg tudjuk azért tenni még világosba. Csak ezek 4:50-kor van egy vonat, azt jól lenne elérni is. Hát még ez necces, nem biztos, hogy elérjük. Ugye vasárnap van, holnap még melózunk. Ráadásul délelőtt, tehát azért nem kellene nagyon későn máma hazaérni, de hát így alakult. Mindig jobb, mint a semmi. Úgyhogy, na de innen már tényleg nincs messze a Makovec kilátó. És mondom, minden már elég könnyű az út is. Elértük akkor a Kisvárshegyen a Makovec kilátó, tehát íme. Ugye ez 1982-ben készült, és akkor is lett átadva. De ez is most évekig le volt zárva, és akkor egy felújításon esett keresztül, mert most hiszem az állaga ez kicsit romlóban volt. Azt hiszem kétszer is felújították. De most már az egész jó. Hát sajnos, hogy nagyon szűken lehet oda fönt elférni, látszik is. És ugye vannak, akik nem törődnek semmivel, hanem ott ebben eldumálgatnak órákat. Hát sajnos a budai hátség átkodó rengetegen vannak már mindenhol, itt is. Ugye régen azért talán ez nem volt ennyire jellemző. De most már sokan vannak itt is sajnos mindenhol. Nem tudsz olyan helyre menni, ahol egyedül legyél. Ilyet élen a többi hegycsi talán jobb egy fokkal. Hát attól függ, mert a kisfüldi kilátó az pont ilyen volt. Hát abban az a csomó, igen. De mondjuk ott augusztus 20-án voltunk, azért azt is vett. Az, hogy... Na. Zoli még mond valamit erről a kilátóról talán.
Igen, a Makovec ugye egy híres építés volt, Makovec Imre. Igen, nagyon sok minden fűződik az országban az ő nevéhez, ugye többek között a Felcsődi Pancsó Aréna is. Az ő tervei alapján épült meg, de Kakasdon ugye ott van az a művelési ház. Igen, hogy ott a Makovec kilet, az Makovec Imre volt, és ugye Makovec ő tervezte, hogy a kis ház legyen tetején, ugye ez a 362 méteres egyenes a kilátó. És különleges alakú fakilátó, mert tényleg az már azért nem egy egyedik. És azt hiszem ebből is két irányból tudsz felmenni ezen is. Igen. És a... És akkor 2008-ban, ha jól tudom, akkor egy felújításon esett át, és utána rá 10 évre statisztikailag ismét megerősítették. Szóval igen, ilyen 10 évente akkor ezek szerint. Na jó, menjünk föl, mert nem jutunk föl, szerintem. Úgyhogy itt állunk már fél órája. Hát nem szóval. Na, tehát ilyen a főjárat. Ugye két irányból lehet fölmenni, onnan is, és innen is. Hát meglehetősen oda kell figyelni, én úgy gondolom, hogy elég szűk. Itt is ilyen csigalépcsőszerűen megy föl. És hát nagyon szűkek a fokok, főleg marad, jobb kívül maradni talán, mert ott belül aztán már igen szűk. Látszik, ez a mai túl az ilyen. Képpen jár a kicsilátom. Igen. Cső. Cső. Mondom olyan szembe. Elférünk. Mit? 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 És akkor feljünk ide, és majd verekelnek mások. Na. Hát akkor ott van fönt, tehát a Nagyhárshegy. Egy kilátó, onnan jöttünk le, és ott pedig a Jánoshegy. Tehát látszik, mind a három kilátó voltunk ezen a túrán. Igen, Jánoshegy, Hárshegy, és alattunk a Jó Nép, és akkor ilyen innen a kilátás. Nagyon-nagyon szűk a hely, nincs kimondott kilátószint, tényleg csak egy lépcsőfog. Úgyhogy híve, és nagyon kevés ember tud elférni itt. Hát szemben volt a pülistető, az a nagy tömbi. Most már nem sorolom föl, miket látunk többnyire ugyanazokat. És hát ez egy ilyen volt. Talán annyi, hogy erre még látszik a város jobban, mint a másik két kilátóból. Igen, látszik ott a budai vár is, az országház talán, amikor a videó nem biztos, hogy visszaadja. És a Gellért hegy. Na, hát ilyen, tehát ez volt a három kilátó túrája akkor. Most annyi feladatunk van, hogy még visszamegyünk a Hűvösvölgybe. Akkor talán emlékeztek, filmünk első részében volt, hogy találkoztunk a kisvasúttal, ugye, ott voltunk a Széchenyi-hegyi végállomásnál. És akkor éppen ment el egy vonat, hát most itt a maga a vágány, a kisútnak a vágánya, ezt keresztezzük. Ugye innen már csak egy megállója van, azt hiszem, a kisvasútnak, maga a Hűvösvölgyi végállomás. Ugye volt régen egy Hárshegyi megálló, de úgy tudom, azt megszüntették. Na. Hát nem tudom, hogy még jár-e ilyenkor van, az valószínű még jár azért, bármikor jöhet. És akkor ezt keresztezi maga a sárga jelzés, és akkor innen már nincs túl messze Hűvösvölgy. Akkor bátrak vagyunk. Bátrak vagyunk. Valamikor jöhet azt. Hát én fotóztam, és amikor 17 voltam, akkor is járt, azt mondta, kiálltam oda, azt fotóztam. 11 volt az a Szuhavölgybe is, igen, nem? Igen, ott igen, igen. Tehát ott komoly, már komoly vonat jár. Hát ott komoly. Na, akkor megyünk tovább. Bátorság vagyunk. Bátorság tetka. Jó. Hát akkor ide érünk lassan Hűvösvölgyhöz, túránk végállomásához, és itt mutatom, itt van a kisvasútnak a Hűvösvölgyi végállomása. Igen, mutattam a kezdőállomást is. Széchenyi anyja, ez pedig itt a végállomás. Hát mondom, maga a kisvasút 11 kilométert megy. Hát mi ennél többet mentünk. Városmajortól főleg kezdve. Hát jó kis túra volt. Ugye, hát majdnem, hogy 7,5 órát azért mentünk. Ami a mi borítékai az, hogy 20 kilométer volt szerintem. Na. És akkor ide érünk Hűvösvölgybe. Más már nem maradt, csak egy összefoglaló. Ugye ez volt akkor a tél első túrája nekünk, számunkra. Hát reméljük, hogy követi majd a többi rövidesen. Na,
hát akkor itt vagyunk a déli pályaudvaron, és akkor itt végződik a túra, hát egy kis összefoglalás, így itt kezdtük a Városmajorba a túrát, és akkor kapaszkodtunk föl a Kisvábhegyen, a Svábhegyen át a Széchenyi hegyre, a zöld jelzési turista után, hát tele volt lépcsővel ugye, a bújdosok lépcsőhez kutyafasszal hozzám itt volt. Felértünk a Széchenyi hegyre, ott pedig elmentünk a Norlafához, ott találtunk egy jó kis helyet, ittunk egy kávét, meg ittunk egy jó kis forralból, ott van ott fröccsöt. Normafánál szétnéztünk vala, jó volt minden fasza, onnan át mentünk a János egyik kilátóhoz, oda fölkapaszkodtunk. Hát nagyon jó volt most is a kilátás, szóval sem róla, onnan pedig leereszkedtünk a Szipjóvász néhez, ahol megnéztük a Pálos Kolostorromot. Majd onnan következett egy nehézebb kapcsolatok föl a Hársaidre, ott pedig megnéztük a Kaán Károly kilátót. Hát az is azt hiszem, hogy jó volt a kilátás onnan is. Onnan lefelé érezzük, hogy megnéztük a Bátor, milyen Bátor? Bátor? Vagy Bátorik? Bátori. Bátori, nem azt mondtam, hogy Bátorkő. És akkor onnan leszettünk le a kis Hársaidre, a Makulec kilátóhoz. Hát talán ott volt a legnagyobb tömeg, ott alig fértünk fel a kilátóra. De végül is az is feljutottunk, és akkor onnan pedig leereszkedtünk Hűvösföldbe. Hát durván azt hiszem minden együtt mentünk egy jó 20 kilométert. Hát voltak nehezebb részek ezen a túrán, voltak könnyebb részek. De azt hiszem, hogy jó volt, remélem a film is szórakoztató volt valamennyire. Hát gyertek és tartsatok velünk legközelebb is. Csak.